Hölgyeim és uraim, üdvözletem mindenkinek! Itt van az a Vidis, aki már abba hagyta a videózást, de mégis videózik, ugye, mert sokaknak csak ennyi jött le a történetből, de egyébként nekünk videósoknak, youtubereknek, ezt külön tanítják OK és tanfolyamon, hogy hogyan kell bejelenteni azt, hogy befejezzük a videózást, aztán persze természetesen úgy csinálni, mintha be se jelentettük volna. Könyvemutatónál vagyunk, igen, úgy nézek ki, mint egy mondjuk 2011-ben 30Y koncertre igyekvő, de SP fan úriember. Hát nem nagyon jutok el fodrászhoz, mert elment a pénz az Alonso Sapira, továbbá legalább az ingemben van gombolva, tehát ezt mindenféleképpen említsük pozitív példaként, mert legutóbb a komment szekcióban valakinek nem tetszett a mezítelen felső testem, amit meg tudok ugyan érteni, de hát azért egy kommentet ez nem ért. Szóval begomboltam, most idáig be van gombolva a fejem, nem fogom, ugyanis most nem Siófokon vagyunk, egy bizonyos szórakozó helyen. Innen is üdvözlöm a biztonsági őröket, remélem ti is sokat szoktatok olvasni. Szóval kezdjük is el, most azokról a könyvekről lesz szó, amik ugyan nem voltak a kedvencem, történelmi témánál vagyunk még mindig, és nem nincsenek irodalmi könyvek, tehát ez mind szakirodalmi téma, történelmi, nem tudom, hogy fogalmazzak, nincs regény, ez a lényeg, hanem tisztán történelmi könyvekről lesz most szó. Ezek azok a könyvek, amiket ugyan nagyon-nagyon jó könyvnek tartottam, és tartok mind a mai napig, ugyanakkor mindben van egy pici kis csúszka, ami miatt azt tudnám mondani, hogy azért mindenkinek nem ajánlom, csak specifikusan valakiknek, valamilyen csoportoknak, vagy valamilyen érteklődési körű történelem fanatikus úriembereknek, hölgyeknek, vagy pedig valami hiba csúszik a gépezetbe, ami miatt nem ajánlanám. Hát elég sok könyv van most itt, úgyhogy lehet, hogy ez kettő videó lesz. Igyekszek úgy haladni, hogy azért ebben a pakliban is, ebben a csomagban is, ami most itt van mellettem, a legjobbtól, vagy a, hát a nekem legjobban tetszőtől, a nekem legkevésbé tetsző könyvig elérjünk. Lehet, hogy ez két videó lesz. Nos, kezdjük is! A Terror 1918-1919 című könyvvel. Sajnos volt egy, hát hogy fogalmazzak, egy kis pofára esésem, mikor megkaptam a könyvet, ugyanis valami oknál fogva egy kicsit nagyobbra, kicsit többre számítottam, mert nagyon-nagyon érdekelt mindig is ez a téma. Alapvetően nem feltétlenül a vörös terror, vagy éppen a fehér terror része, hanem sokkal inkább a megszállásokkal kapcsolatos írások érdekeltek, és hát úgy voltam vele, hogy noha tényleg nem rövid a könyv, aláírom, viszont hihetetlenül sok a jegyzet utána. Tehát rengeteg a felhasznált irodalom, rengeteg a jegyzet utána, és hát mondom, ez hogy fog majd ténylegesen összeállni egy nagyobb könyvé, pláne, hogy én ugye azt sejtettem, hogy hát itt a háromnegyede az a fehér meg a vörös terrorról fog szólni, hiszen abból azokról van rengeteg anyag, az az, amiről rengeteg ember beszél, és hát akkor úgy voltam vele, hogy na hát akkor pont ami engem érdekelne, ugye a megszállásokkal kapcsolatos, na az lesz majd a legkevesebb, tévednem kellett, főként és többnyire talán a fehér terrort és a Samueli Tibor történetet leszámítva, számomra teljesen új információkhoz jutottam, tehát ami a csehszlovák megszállástól van benne, a román alföldi megszállásról, akár, jól tudom, az is ebbe van, bár lehet, hogy az orosz lyuk világforradalmában van említve, sajnos azt már hát nem említve, ott ki van az dolgozva elég hosszú oldalakon keresztül, és az szerintem egy nagyon-nagyon fontos topik, mert arról nagyon keveset beszélnek, így hogyha felmerül ez az időszak, ez a tényleg ez a hát Magyarország vészkorszakának lehetne nevezni ezt a 18-19-20-as időszakot, főként ez a 18-19-es év, és nagyon keveset beszélnek arról, hogy tényleg a román megszállást, az hogy nézett ki, az milyen volt az Alföldön, vagy akár Erdélyben. Minden esetre az délvidéki, tehát a szerb megszállásról is rengeteg minden, rengeteg szó esik róla, és hihetetlenül sok új információ, ez talán egyébként a legfontosabb, hogy sehol máshol nem találkoztam még ezekkel az információkkal körülbelül. És nagyon-nagyon jó a magyar vidéki terrorizmussal, hát végül is terrornak lehet nevezni,
Tehát az elfeledett nagy félelem itt is van ez a része. Hihetetlenül, hihetetlenül jó. Tehát, hogy mi történt a vidéken, hogy az egyszerű emberek hogy ugrottak egymás torkának a háború végeztével, a háború után, a vereség után. Én ezt egy hihetetlenül jó könyvnek tartom. Az egyetlen ok ténylegesen, ami miatt nem került be a top, a legek közé nálam, az egyes egyedül ténylegesen a hossza, hogy vannak olyan topikok a könyvben, amitől többet vártam volna, amitől azért úgy többet olvastam volna, és mondjuk példának okáért annyira a Corvin Otto történet nem fogott meg a könyvben, viszont mondjuk a csehszlovák, vagy akár a román megszállásról meg még inkább csak olvastam volna tovább. Én azt tudom mondani, hogy ez a könyv tökéletesen kiegészíti egymást a hatos Pálnak a rossz fiúk világforradalmával. Tehát, hogyha azt valaki elolvassa, és az valaki megrendeli, én tudom ajánlani, hogy ezt is rendelje hozzá. Szerintem egyébként egy remek könyvről van szó. Szóval nézzük a következőt. Elsősorban nyilván azoknak tudom ajánlani, akiket ez az időszak érdekel, viszont ez még beletartozik abba a témába, hogy lazán merem azt állítani, hogy te tényleg ugyanúgy, ahogy az előző videóban, hogy bárkinek tudom ajánlani. Ráadásul nagyon fontos és nagyon elhallgatott és mélyen, tehát nem is értem, hogy egyébként alapvetően mély nem esik szó gyakrabban például a román megszállásról az Alföldön. Tehát az nem egy ilyen kis barátságos kis odajövetel volt, hanem ott lóutáhúzatások, ott tömegbelövetések, ott azért történtek dolgok, amikről illendő lenne többet beszélni. Bocsánat, közben a szponzorom, iszok a szponzoromnak a termékéből, Freeway, hát nem egy 7-up, de még lehetek Benettonos. Nos, következő az már inkább specifikusan a tábornokok, diktatúrák tábornokai. Ezt a könyvet már specifikusan azoknak tudom ajánlani, akiket az orosz polgárháború érdekel. Ez az orosz polgárháború iránt nem kellő érdeklődést mutató embereknek, látjátok, nagyon szép mondatokat próbálok megfogalmazni, nem lenne érdekes, túlontúl tömény lenne. Igen, rengeteg mindenről esik szó, tehát maga az állami szerveknek a felépítésén át, tehát fokozatosan a bíróságok, a törvényhozó intézmények felépítésén keresztül, inkább rendszerileg esik egyébként szó, kevesebb szó esik hadügyileg, vagy úgy maga a történések tekintetében, így ugye ez most a fehérekről szóló könyv, tehát erről esik szó kevesebb, és inkább a maga a rendszereknek a felépítése az, ami górcső alá van véve, de ettől függetlenül szerintem egy nagyon fontos olvasmány, és meg is lepődtem, hogy egyáltalán van ilyen, bocsánat, magyar olvasmány a polgárháborúval kapcsolatban. Igen, hiányzott nekem az, hogy kicsit szélesebben beszéljünk erről, azt hiszem, hogy tehát van szó, rengeteg szó van, természetesen nyilván Kolcsak admirálisról van szó, Wrangel báróról, van szó Gyenyikinről és a kozákokról. És hát ugye itt azért még voltak történetek, amik szintén a fehér oldalhoz lehetett volna csapni, tehát ha csak Szemjonova Tamára gondolok, vagy ha csak Ungern von Stenberg báróra, tehát rengeteg mindenről lehetett volna még beszélni. De hát ez amiket előbb felsoroltam, azokra specifikalizálódik, gyönyörű. De még egyszer mondom, orosz polgárháborút kedvelő, hogy az orosz polgárháború érdekel, azok számára egyébként tudom ajánlani, de még egyszer mondom, inkább a rendszerek és a rendszerek mi voltára fektet nagyobb hangsúlyt az író. No, a csúcs szuper új fényberendezésemet, amit úgy hívnak, hogy redőny, alkalmaztam, úgyhogy yes, te betyár, mindig döglök meg egyébként. Hihetetlenül meleg van megint, de hát ezt gondolom nem kell mondani, aki leül egy videómat megnézni, az már tudja, hogy úgyis ez el fog hangzani párszor. Következő könyv, szintén egy nagyszerű könyv, a Szikerman Istvánnak az Ira története. Itt is azt tudom mondani, hogy sajnos sok ponton elég száraz és monoton és nehezen indul be, de azoknak, akiket érdekel Írország, vagy specifikusan például az Irának a története, történelme, hát azoknak szerintem ez egy kötelező olvasmány. Na nem csak azért, mert tényleg az Ira
kezdetétől, de ténylegesen még a irát megelőző ír kísérletek, ír szabadságharcoknak, de mondjuk példának okáért rögtön, ahogy kezdődik az a terrorizmus körbejárásával, a gerillaharc körbejárásával kezdődik. Tehát ezen keresztül egészen tényleg végig a 90-es évek végéig szól az ira történelméről, de példának okáért mellékletekként benne van, csak mondom, a törvényen kívüli fegyveres csoportok struktúrája és az általuk végrehajtott terrorista diverzáns műveletek sajátosságai, ami szerintem egyébként egy nagyon jó kis plusz adalék ahhoz, hogy megértsük az irának példának okáért a harci struktúráját. Ez szerintem rettenetesen jó, plusz az irának a könyvéből, ugye az ír, itt az ír köztársasági kiáltvány is benn van mellékletként, a Sinn Féin kiáltványa is, de az ír köztársasági hadsereg önkénteseinek kézi könyve, példának okáért. Ami kifejezetten, tehát ez egy fordítás ugyebár, az ír a könyvéből, és ez szerintem ez egy remek kis dolog, mert sehol máshol nem nagyon lehetne szerintem magyarul az ira könyvét lefordítva olvasni, vagy az ira zöld könyve is itt van például mellékletként benne. Úgyhogy ez egy elég összetett könyv. Még egyszer mondom, nagyon jó maga a történet, tehát a történelmi alapokon végigmenve is, meg még egyszer mondom, a mellékletek szerintem eszméletlenül jó, hogy ezeket valaki egyáltalán lefordította és foglalkozott velük. Az egyetlen probléma az tényleg az, hogy néha olyan kicsit monoton, néha nagyon-nagyon elveszik a részletekbe, hogy most éppen annak a csoportnak milyen fegyvere volt, most Stingere volt-e, vagy mi az Isten. Ugye sokszor ezek tényleg ezekben a részletekbe való elveszés úgy néha kicsit kizökkenti az olvasót, szerintem legalábbis, de még egyszer mondom, Írország és az Ira történetével kapcsolatos érdeklődőknek ez szerintem egy kötelező olvasmány, szintén ezt mondom. Na, a következő könyv, az már kapott egy-két véleményt a holodomoros videómban, ugyanis ugye megmutattam benne, hogy ez a Gereben Ágnes féle megtorlások a Szovjetunióban című könyv. Hát ugye itt írták nekem komment szekciókban, hogy hát az író az ilyen bolsevik, meg mit trockista, meg olyan trockista. Hát hogy fogalmazzak szépen, hogy senkit ne sértsek meg, a könyv elolvasása után, könyv elolvasásával, tehát így, hogy elolvastam a könyvet, és tudom, hogy milyen a könyv, úgy nagyjából nagy évbe leisz, hogy éppen az író az milyen politikai elkötelezettséget val, ugyanis a könyv az számomra, legalábbis nekem, teljes mértékben objektív volt, és objektíven mutatta be a történetet, és nem éreztem feltétlenül részlehajlást semmilyen témában. Fontos azt megjegyezni, hogy hihetetlenül nem egy egyszerű olvasmánynak. Tehát ez is tömény, bőséges információk, rengeteg adat, nagyon el lehet veszni az adatokban, tényleg koncentrálni kell, tényleg az a könyv, ami lehet, hogy elolvas az ember két oldalt, és nagyon vissza kell lapozni, mert egyébként semmit nem jegyeztem meg, tehát egy nehéz olvasmány, úgy az egyszeri halandó embernek, de egyébként nekem is, mondjuk egyszerű halandó ember is vagyok, na jó, mindegy, ebben nem menjünk bele. Nekem azért volt furcsa egyébként, bocsánat, hogy így belevágok, hogy baloldalisággal vádolták itt a komment szekcióban az írónőt, mert például hihetetlenül sok-sok oldalon keresztül esik szó arról, ahogy mondjuk Leninék, vagy ahogy Trocki vezetésével példának okáért az egyházat kifosztották Oroszországban. És számomra teljesen olyan volt a könyv, tehát hogy rengeteg hosszú-hosszú oldalakon keresztül tényleg, tehát hogy talán az egyik leghosszabb topik volt a könyvben. 43. 55. oldalnál vagyok, és most ide lapozok 155. oldal, tehát több mint 100 oldalon keresztül minimum szó esik arról, hogy hogyan zsákmányolta ki, hogyan fosztotta ki, és mikre hivatkozva tette ezt, ugye az éhínségekre hivatkozva tették ezt részben a bolsevikok, ugye az egyházi javaknak a felhalmozásával, amiket aztán egyébként nem az éhezőknek adtak oda, vagy nem az éhezők kaptak az eladott kincsek értékéből, hanem hát ugyebár a pártállam és az urak odafönt, úgyhogy nekem ezért volt furcsa ez az egész, mert egyáltalán nekem ez így kicsikét furcsa volt ezeket a kommenteket olvasni, azután, hogy elolvastam a könyvet,
Rengeteg mindenről van szó, szóval egyébként vannak interjúk is, vannak a végén képi mellékletek, hát fekete-fehér képek, például a kokáért, de vannak. Gulák témáról rengeteg esik szó, például a kokáért, de a legtöbb, vagy éppen a, hogy úgy fogalmazzak, a legnagyobb része a könyvnek, az még a lenini időknek a megtorlásairól szól. Amiről szerintem sokkal kevesebbet lehet olvasni, mint a sztálini idők megtorlásairól. Tehát nagyon én személy szerint erősen tudom ajánlani ezt a könyvet. Főleg, ha már így a komment szekciókban ez haladszódott, én az objektivitását tudom legfőképpen kiemelni ennek a könyvnek. Viszont nehéz olvasmány, még egyszer mondom, úgyhogy ehhez tényleg kell az, hogy az embert érdekelje az a téma, és érdekelje, és úgy jön neki. Nehéz, még egyszer mondom. Nem egy egyszerű olvasmány, de én azt gondolom, hogy megéri. Nagyon hosszú, hát nem két nap alatt kell kiolvasni. Következő könyvet sajnos még nem tudtam végigolvasni, sőt kifejezetten az elején járok. Ez Barta Ákosnak a Bajcsi Zsilinszky Endre Életút és utóélet című könyve. Ez kizárólagosan Bajcsi Zsilinszky Endréről szól, de hát nem pár oldalon keresztül, ahogyan az megszokott egy-egy cikkel, vagy egy-egy kisebb részlettel kapcsolatban, hogyha Bajcsi Zsilinszky Endre neve felmerül. Hát én azért rendeltem meg ezt a könyvet, mert számomra eléggé ellentmondásos ez a bizonyos Bajcsi Zsilinszky Endre. Nekem szimpatikus, én nekem a Nemzeti Radikalizmus című könyvét olvastam, ez maga Zsilinszkynek eleve a könyve. Az nagyon tetszett. Tehát abban, amiket leírt, azoknak a többségével egyet tudtam érteni, és azt mondtam, hogy na hát ő korának szerintem az egyik legkiemelkedőbb gondolkodója volt, de hát azért elég érdekes életutat bejárt, ugye? Tudjuk, a második világháborús szereplése az inkább balra sodorta őt, hogy így fogalmazzak, legalábbis mindenféleképpen a németek ellenében. Az első világháború utáni időkben pedig hát még az antiszemitizmus hihetetlenül erős volt benne. Vagyis hát legalábbis sok szólamában esett erről szó, meg hát voltak neki balhés, ugye ilyen-olyan párbajok, stb. Mondjuk, hogy a párbaj mennyire minősül balhénak, hát a mostani maikor emberének szemével nézve biztos balhénak minősül, vagy valami ilyen nagy bűnnek, véteknek, de akkoriban még ennek a párbajnak azért megvolt ez a kicsit talán úrias probléma megoldása, amiben hát nyilván folyt egy kicsi vér általában, de hát mindegy, ez az a kor volt. Még mondjuk annak a kornak is inkább már csak a lecsengése, kicsit olyan, mint a Vadnyugat az 1900-as évek elején, hogy azért már nem az az igazi, de még érezteti hatását. Szóval még nem olvastam végig ezt a könyvet, amennyit olvastam belőle, azt tudom mondani, hogy tényleg nagyon részletes, aprólékos, mindent meg lehet tudni Bajcsi Zsilinszky Endréről, de hogy hihetetlenül hosszú, alapvetően egy-egy fejezet, és rengeteg mindenről szó esik benne, és noha tényleg nagyon jó ez a rengeteg információ, és főleg akkor, hogyha fel is akarjuk dolgozni, és fel akarnám, már másfél éve van tervve egy Bajcsi Zsilinszky Endre videó, ami ameddig el nem olvasom ezt a könyvet, biztos, hogy nem fog jönni, de fel kell dolgozni. Tehát ez sem az a könyv, hasonlóan, ahogyan a megtorlások a Szovjetuniónál mondtam, hogy ez sem az a könyv, amit két nap alatt kell kiolvasni, hanem igen, lehet, hogy vissza kell majd egy kicsit lapozni, hogy is volt, mi is volt itt, miről is volt szó, melyik párt is volt ez, ki is volt ez a személy, stb. De minden esetre ez is az a könyv, amit hihetetlenül tudok ajánlani azoknak, akiket kizárólagosan és ténylegesen Bajcsi Zsilinszky Endre érdekel. Felületesen lehet vele kapcsolatban olvasni. Tehát Bajcsi Zsilinszky az az ember, aki egyébként nagyon érdekes, hogy megjelenhet akár a Kurucinfón is, de megjelenik az arcképe egy-egy Vajnai Attila féle kommunista, mondjuk egy tüntetésen is. Úgyhogy ő egy elég furcsa figura, és pontosan ez az ellentmondás az, amire kíváncsi vagyok, hogy mit fog tudni majd a könyv nekem átadni, mert hát megmondom őszintén, amennyit úgy az interneten lehet vele kapcsolatban olvasni, akár egy-egy cikkben, vagy akár egy-egy
történelmel foglalkozó oldalon, hát az nekem megmondom őszintén, hogy nem elég. Tehát az úgy a válaszokra, meg az úgy arra, hogy megértsem ezt az embert, az nem elég. Pláne, hogy egyébként én olvastam tőle ezt a könyvét is, és ez meg ráadásul még egy új Bajcsi Zsilinszky Endrét mutatott nekem, szóval egy elég összetett figura. Szerintem kelleni fog ez a könyv ahhoz, hogy meg lehessen érteni. Még egyszer mondom, tudom ajánlani, bocsánat. Na, még 3 perc van. No, következő az Écsei Aurél. A radikális jobboldal és szélsőjobb története Magyarországon. Nos, a könyv, ahogy elkezdődött, nem nagyon tetsződött. Nem éreztem úgy, hogy eléggé elfogult lenne. Bocsánat, hogy nem éreztem úgy, hogy eléggé elfogulatlan lenne. Ráadásul megmondom őszintén, hogy úgy voltam vele, hogy hát én értem, természetesen része ennek a szélső jobboldali történetnek a antiszemitizmus, ez tagadhatatlan történelmi tény. No de rögtön a zsidóság történetével, rögtön az antiszemitizmussal kezdeni egy ilyen olvasmányt, hát én azt most sem tartom túl okosnak. Természetesen egy fontos rész benne, bele kell írni, hiszen nyilvánvalóan itt már ugye a első világháború utáni években is előkerült, nyilván a második világháborúval kapcsolatban megkerülhetetlen dolog, de nem hiszem, hogy pont ezzel kell indítani ezt a topikot, mint hogyha az antiszemitizmusból nőtte volna ki magát a magyar szélsőjobb. És ugye az első világháború utáni, tehát ugye ez a ugye klasszikus, ez a fehér terror és a többi, ezzel kapcsolatban nem is voltam túl elragadtatva, kicsit tényleg az volt az érzésem, hogy na hát ez nagyon elfogult. Ez a könyv, viszont a két világháború közötti, vagy például a nyilasokkal kapcsolatos, vagy a második világháború alatti történetekkel kapcsolatban egyrészt rengeteg plusz információt ad, tehát részletesen olyan nemzeti szocialista pártok, mozgolódások is szerepelnek a könyvben, amikről soha nem is hallottam. Meg szerintem eléggé objektív is. Én tudom ajánlani, ha más nem, azért, mert tényleg a két világháború közötti nyilasokon kívüli nemzeti szocialista mozgolódásokról elég részletes képet ad, egyébként érdekes plusz adalékokat tudott nyújtani a hungarizmussal, vagyis hát nem is maga a hungarizmussal, inkább a hungaristákkal, meg ahogy a vidéki toborzásaikkal kapcsolatosan is. De tényleg én ugye a legnagyobb erényének azt mondanám, ami tényleg ugye a két világháború között, és magyar nemzeti szocialista mozgolódások, de nem annyira sok, és azokkal kapcsolatban nagyon sok plusz információ van benne. Én tudom ajánlani egyébként ezt a könyvet, nekem a végére már egy pozitív csalódás és egy pozitív meglepetés volt. Köszönöm szépen mindenkinek a megtekintést, valamint a Patreonos támogatásokat is. Ha szeretnéd a csatornát te is támogatni, a leírásban megtalálod a Patreonom linkjét. Ha tetszett a videó, lájkold, ha pedig szeretnél még hasonlóakat látni, akkor iratkozz fel. Köszönöm a megtekintést, én Mucskó voltam.